Sziasztok! Üdv az Old School Garage mai műsorában, retro teszt van napirenden. És a mai napi teszt az nem teljesen úgy sikerült, ahogy kellett volna. Volt egy kis gebasz. Úgyhogy ha ez titeket érdekel, erről a műsorról tényleg nem maradjatok le. Dobjatok egy kommentet, egy lájkot, nagyon fontos. És maradjunk annyiba, hogy a veterán autókkal nem minden teszt úgy sikerül, ahogy kellene. Nagyjából végeztünk a mai teszttel, de nem maradjatok le a műsorról. Nézzük meg együtt! Boris vagyok, sokunk nagy kedvence a Moszkvics, vagy nem? Lehet, hogy valaki ér mégis. Nekem ez volt az első alkalom, hogy vezettem Moszkvicsot, ez egy 2140-es. A mai teszt, hát sok minden másképp alakult, mint ahogy szerettük volna, ezért érdemes is végignézni az egész műsort. A Moszkvicsot, a 2140-est 1976-ban adták ki hivatalosan. A korai modellek olyan 74 körülre tehetők, amikor már bemutató autók is voltak belőle. Ez a szépség, ez 83-as kiadás. Egészen 88-ig gyártották őket. Akkoriban ez azért elég menő autó lehetett. Beszélgettem egy pár ismerősömmel, akinek volt Moszkvicsa, hát nem annyira pozitívan beszéltek róla, maradjunk annyiba. Volt, aki azt mondta, hogy gyűlöli, egy kalapszar. Tehát megosztóak a vélemények, van aki szereti, van aki imádja. Ez a gyönyörű modell életében nem volt ilyen szép színe. Tehát azért ezt egy kicsit túlújították, ezt a modellt. Ennyire nem szokták, viszont tényleg szép állapotban van, a belsejét még nem fejezték be, de gyönyörű szép az autó. Lehet is látni rajta. Belsején még vannak kivetni valók, egyszerű műszerfal, egyszerű minden rajta. Tök szuper tesztvezetés fog mindjárt következni. És körbenézzük az autót, hogy milyen is belülről. Ülések egy kicsit még szakadtak, de a tulaj azt mondta, hogy hamarosan ez fel lesz újítva. Belső levegő, keringetés, hátsó lámpák újjak rajta, egy pár króm elemet, amit még talán azt mondták, hogy le fognak rajta cserélni, de még nem találtak. Aztán igazából én nem vezettem még Moszkvicsot, tehát ez tényleg az első alkalom lesz. Vezettem sok érdekes autót mostanában, de ez olyan kétesélyes dolog volt, hogy most Moszkvics. Ugye nagyon sok a negatívum ezzel kapcsolatban. Hát nézzük meg, hogy milyen is ez az autó valójában. Tartsatok velem, és hogyha még esetleg nem iratkoztatok fel, iratkozzatok fel, és ne felejtsetek írni egy kommentet, hogy nektek milyen élményetek van a Moszkvicssal kapcsolatban. Na hát akkor életem első tesztvezetése következik a Moszkvics 2140-be. Hát erre kíváncsi leszek, soha nem vezettem Moszkvicsot. Induljunk el, nézzük meg, hogy mi az első tapasztalat egy ilyen autóval. Megvárjuk a kedves forgalmat, hogy eljöjjön. Hát megmondom őszintén, Moszkvicsból annyi élményem van, hogy régen volt egy Alekó. Hát egy biztos, azonnal feltűnik a váltó, az nem japán fontosságú, tehát van benne távolság bőven. Aha, ha nyomok egy teligázt, akkor bebehorkol, félgázon egész jól megy. Az nehéz, az azonnal kiderült.
egy picit húz az autó, szerintem biztos kell neki egy kis futóműbeállítás. De ti ezt jobban tudjátok, akinek van Moszkvicsa, mert biztos be lehet ezeket is szépen állítani. Egyébként most egy ilyen 80-as tempót megyünk. Teljesen szépen viszi, így lakott területen kívül. Rádió van benne. Hát fogalmam nincs, hogy ez nem van egyáltalán FM, de aki tudja, de még ez a hagyományos rádió, van egy kazettás rádió. Hát olyan túl sok extra nincs benne, van benne még hátsó ablakfűtés sincs benne, tehát extrákból nagyon el vagyunk látva. Tehát az nem sok minden van benne. Azon kívül egyébként kényelmes, tehát nem mondanám, hogy nem az. Fontos visszajelzők vannak benne. Töltés, olajnyomás, vízhőmérséklet, üzemanyag. Hát igazából más nem is nagyon kell egy ilyen autóba. Egy kicsit olyan zzz hangja van. Most vagy kifúj rajta a kipufogó, vagy ez gyárilag is ilyen volt. Nem tudom, nem emlékszek, mert sose ültem ilyen autó. Még nem is ültem benne. Hát ez az első alkalom. Ami nagyon furcsa nekem, vagy legalábbis sok mindenkinek, baloldalt van ugye a sluszkulcs. Tehát, hogyha még nem ültél Moszkvicsban, és lenyúlsz előre, hogy beindítod az autót, na ez nem így van. Tehát ez ami így érdekes. Viszont, hogyha az elakadás jelzőt elindítod, annak határozott hangja van. Tehát az tény és való, hogy... próbálom rajta keresni a dolgokat. Viszont belülről állítható tükör van rajta, csak baloldalon. Az ülés az így bemozdul, amikor befékezek, de ez mondjuk meglepő. Ez mondjuk úgy érdekes, elsőre. Kis fékikorgás van. Hozzá vagyok szokva a veterán autókhoz, de ezen tényleg nehéz a kormány. Lehet, hogy guminyomás nem a legjobb benne. Lehet, hogy azért is húz egy kicsit balra, majd megállunk, megnézzük. Nem szóltak róla semmit. Azon kívül egész barátságos, kényelmi szempontból, figyelj, nem rossz. Az ülések ebben az autóban picit olyan szakadtasak, azt mondták is, még arra nem volt idő megcsinálni. Úgy hallom, hogy a fék is nyikorog rajta. Ezt nem tudom, mennyire lehet hallani. Balos kanyarban nyifog valami. De durva. Akkor lehet, hogy nem is a futóművel van baj, hanem a fék egy kicsit tapad rajta sok fékezéskor. Hogy van valami. Félgázon egész jó megy, de milyen letaposod. Nyifog. Na hát így elsőre. Nem azt mondom, hogy rossz. Ez érdekes. Erre nem számítottam. Lehet, hogy valami kosz belekerült, ahogy itt a porba forgattunk esetleg. Mármint a filmet forgattunk, nem az autót. Egyébként tök jó, kényelmes. Tehát ezt a városi 50-es tempót, ezt lazán viszi. Ezt észre se lehet benne venni. Teljesen jó. Megmondom őszintén, rosszabbra számítottam. Annyi, hogy a régi autós hibák ugye azért megvannak benne, de amit szeretek a régebbi autókban, nem tudom, hogy ez kinek tűnt fel, gondolom nektek is, hogy nem csap be a szél az autókba. Tehát ezeknek még a kialakítása teljesen más volt. Közben arra lettem figyelmes, hogy valami csúszkál, de rájöttem, hogy a egészségügyi doboz, meg hátul van a könyv is ugye.
először azt hittem, hogy kifogy belőle a benzin, de elvileg a mutató mutat valamit. Hát igen, ami úgy érdekes ugye a régi autók világában, hogy például az üzemanyag szintjelző is attól függ, hogy melyik kanyarba mész, annyit mutat. Töltés is hol jön, hol megy, óra szerint. De jó, működik minden rajta. Egyébként ezt a jó kis 80-90-es tempót lehet vele tartani városon kívül, tehát ez teljesen jó, nem zúg, nem ordít benne a motor. Egész barátságos egyébként. És az illat, amikor egy ilyen autóba ülsz, nem tudom ti milyen autót vezettek, egy kommentbe dobjátok már le, légy szíves, de minden autónak megvan a saját illata. Ugye én versenyzek egy régebbi MG-vel is, annak régi angol illata volt, tehát annyira jellegzetes, semmilyen más autónak nincs olyan illata. Múltkor a Tölgyes csárdába próbáltuk ki ugye a Dacia-t, ami nekem nagyon nagy meglepetés volt. Annak is olyan jellegzetes más illata van, a Warburgnak is, ennek a Moszpicsnak is olyan. Ilyet még nem éreztem más autóban. Ti hogy látjátok ezt? Dobjátok már le kommentbe, hogy ti milyen autónak milyen illata van. Ez olyan jellegzetes, tehát érdekes és jó. Direkt most a retro teszten kivételesen egy ilyen városi autókázásra is behoztam az autót, tehát hogy ne csak városon kívül menjünk, hogy milyen valójában használni ezt az autót, tehát hogy milyen vele együtt élni. Ezt főleg azoknak mondom, aki esetleg szeretne egy ilyen autót, mert ugye akinek van, pontosan tudja, hogy milyen egy Moszkvics, de aki szereti a retrót, az mindenkinek egy érdekes dolog, hogy milyen is lehet, de ahogy látjátok, az embereknek is tetszik, mindenki mutogat, mi ez az autó, tehát azért jó. Régen azért nem így voltak a Moszkvicssal kapcsolatban az emberek, most már kuriózum. Arról nem is beszélve, hogy piszok drágák lettek. Tehát ha megnézitek, most már egy ilyen 21-40-es is egy OT-rendszámmal 3,5-4 millió forint. Tehát azért nem kevés pénz. Egy Moszkvicsért. És pont valakivel beszéltem valamelyik nap a Moszkvicssal kapcsolatban. Mondtam, hogy tesztelni fogok egy Moszkvicsot. És mondta a srác, hogy régen, amikor szerelték őket, Oroszországból hozták be kompletten a motort raklapon, 32.000 forint volt. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire megbízható motort csináltak, ha már raklapon újat el lehetett adni, és kompletten meg lehetett venni. Nem egyszerűbb, mint felújítani valamit? Igen, ez a 40-es pirickáló tempó, amikor feltartják a forgalmat a nagy tudású vezetők, ez nem a legegészségesebb, tehát ez harmadik. Egyébként, ha az emberek nem 40-nel mennének, hanem 50-nel, akkor senki nem lenne ideges, meg nem kezdene el beelőzgetni a városokban sem. Tehát erről ennyit egyébként. De jó, nagyon. Tehát egyébként tetszik. Nem túl hangos belülről, nem azt mondom, hogy halk, tehát nem egy S-Mercedes halk, de nem hangos. Tehát ez ahhoz képest nem rossz. Az ülés az jó. Hát, még annyira ma nincs meleg, de már érzem, hogy tapadok bele az ülésbe egy kicsit. De azon kívül teljesen jó. Így menetnél, így a kormány egész elviselhető, nem annyira brutál nehéz. Igen, hát a karbival biztos, hogy van valami. Ledadok, fél gáz. Jó, teljesen jó. Egy kíváncsi vagyok így a fék, az egy kicsit kemény, de nem túl rossz. És ez a jó, hogy amikor a Peugeot sofőr kijön eléd, és utána elkezd menni 20-szal, de nagyon siet, mert ugye régi autóval mész, és ugye neki rohannia kell. Lemerem fogadni, hogy jobbra fog kihúzódni, és onnan kanyarodik. Ügyes vagy. Na mindegy, tehát azért kevés ember van, aki sajnos tiszteletben tartja már ezeket az új autókat. Új autókat,
régi autókat, csak újszerű állapotban. Azért minden tulaj vigyáz erre. Ezen az autón, ahogy láthattátok, a fényezés az teljesen makulátlan. Tehát ilyen fényezést én már rég láttam autón. A gyárból nem jöttek ki ilyen csillogósan. Egy városi vezetés mellett nyár van, tehát azért nincs hideg. Vízhőmérséklet 80 fok környékén megy. Itt van előttem az az autó, aki most már csak 20-szal közlekedik. Épületgépészet. Na, látjátok, ez a legjobb, amikor besatozik valaki előttetek, és akkor kirakja az indexet az utolsó percben. Thermocraft. Tessék. Ez se pozitív reklám lesz nektek? Na mindegy, tehát az ilyen autókkal azért arra kell figyelni, hogy elég sok bunkó ember van, és kivágnak eléd. A fék, hát az egy kicsit trükkösebb. A kuplung az aránylag fent fog ezen. De jó. Alapjárat szép, szépen ketyög. Mi történt? Na hát, autentikus, régi autó feeling megvan, lerobbantunk. Vagy a benzin fogyott ki, vagy valami. Baba. Na hát mindenre számítottam, csak erre nem. Na hát, régi autó szépségei. Első lerobbanásom. Ezer éve nem robbantam le. Ennyit a Moszkvicsról. Na, úgy néz ki, hogy megvan a hibának az oka. Nagyon szuper. Sikerült leszedni a főútról az autót. Ha látjátok... Ilyet? Láttatok már? Piros színű a benzin. Vagy rozsdás, vagy valamit feloldott, teljesen mindegy, de nem néz ki jól. Na, tehát ennyit a mostani retro tesztről. Most várok segítséget, hogy valaki jöjjön, aztán segítsen, hozzon benzint, vagy legalábbis, mert benzin nem kap az autó. Ebben le van ülve most ez a szutyokszar. Fantasztikus. Tehát nem feltétlenül az autó hibája, hogy lerobbantunk, inkább az, hogy valamit megoldott valami az üzemanyagban. Úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy itt mi lesz a végfejlet ebből kapcsolatban. Remélem az aksi még nem halt meg annyira, hogy majd be lehessen indítani. Beindulni beindul, de le is áll. Tehát nem kap üzemanyagot. Valami eltömődött. Úgyhogy hamarosan jelentkezek. Felkapta a koszt, hogy kevés volt benne az üzemanyag, ennyit a restaurált izéről, mi? De... Úgy lett restaurálva, hogy le lett fújva kívülről. Igen. Na, jel, csak ugye, mi van? Mi? Semmi. Le fogod jönni úgy? Lehet. Ezt kell leket minden. Fogol volt, meg ezt kell kiadatni. A szart. Nem tudom, már lakasztani.
Zsiguli karburátor. 01-es. A Lada. Zsiguli karbi, mi? Hát ezt meg lehet rávenni 5000 forint is. Na jó, 5000-é már nem. Már most ezt is így mondom. Már most jó áradom. Kinek a Lada karburátor? Miért? Hát nem, már nincs. Már gyár. Ezek az után gyártottak, mert nem egy jó. Ezt kell kiakasztani. Törlőtek. Mi a faszom van ebben a dolgokban? Nézzed már, bazd meg! Hát de az a durva, hogy idáig eljött, érted? Hát te lenyomta azt. Ez tankájából már. Nem, hogy lement a szint. Aha. A tankból. Akkor már ott is tartsz lenni. Tudod, köszönöm én. Thank you.
hova, hagyjára még. Na, újra üzemel az autó. Hát képzeljétek el, felkapott valami koszt, hál' Istennek a barátaim segítettek, komplett karbipucolás. Akkor ezek szerint csala az üzemanyagóra az autóba, és valami sár lehetett benne. Tehát ez az autó egy hete műszak is, úgy hozták ide tesztelni. Tehát most ez meglepetés volt, ez nagyon-nagyon nagy szerencse, hogy segítettek a barátaim. Látjátok, ez a különbség a retro autóval, hogy bármi történik, a rendőrelvtársak igazoltatnak. Bármi probléma történik, jönnek a haverjaid, csavarhúzó. Na, a gyorsító része az beizét adok. Na mindegy, tehát jönnek a barátaid, hoztak egy csavarhúzó készletet, villáskús készletet, és meg lett javítva az autó. Úgyhogy ez királyság. Megállok mindjárt, mert benzint is kaptam. Mindjárt megállok tankolni egy kicsit, aztán hamarosan folytatjuk a retro tesztet. Na, ez autentikus. Ilyen egy régi autó. Mindjárt jelentkezek. Na szóval, kapott egy kis üzemanyagot a jármű. 10 liter csak. De csak azért, mert kosz van valószínű a tankban. És itt felesleges többet beletankolni, majd a gazdája megoldja. Csak azért tankoltam bele, mert az óra hol mutat, hol nem, tehát nem volt egyértelmű, hogy most mitől kapott koszt. Viszont... be kell fejeznünk a retro tesztet vele. Ami lényeges. Egy kis fékfütyülő hang is belejött. Ez nemrég lett újra forgalomba helyezve ez az autó, azt mondták. És szerintem még a dolgok egy kicsit tapadnak, maradjunk annyiban, szépen mondva. Úgyhogy reméljük, kibírja a tesztvezetés végét, amíg vissza nem lerakom a tulajdonosnál, mert az első moszkvicsos élményem, hát az nem azt mondom, hogy rossz, az autó. Na hát megint elkoszolódott. Ennyit a tesztvezetésről. Nagyon izgalmas tesztvezetésem vagyok ma. Fantasztikusan jó. Na hát, újabb próbálkozás következik. Gondolom, az üzemanyag tank egyszerűen annyira tele van. Szépen gyere.
mondom, az üzemanyagtank egyszerűen annyira tele van kosszal. De szerintem a bal oldali fék is elkezdett egy kicsit fogni. Azért mondom, az nem feltétlenül az autó hibája, itt inkább a tulajdonos, hogy mit csinált belőle. Nem biztos, hogy annyira odafigyeltek rá, vagy... Ez hosszú út lesz így hazáig. Az akkumulátor töltődjön fel valamennyire, mert egyszer lemerült ma. Na akkor mutatom az improvizálást, közben segítséget kértem. Hoztak egy kannát, elmentem benzinért, elmentem benzincsövet venni. Úgyhogy a megoldás MacGyver lett. Innen el kell jutni a bizonyos pontig, úgyhogy mutatom, hogy mi történt. Tehát. Van benne 4 liter üzemanyag. Maszek módon leragasztva a tetej, hogy ne nagyon pocsolódjon, mert ugye ott van lent a kipufogó. Úgyhogy ügyesen, okosan, benzin van benne, most már kristálytiszta, nem az a piros szar, ami eddig volt benne. Úgyhogy ennyi. A fék az fog rendesen, kocsi fel van kamerázva, mindjárt ülök be, folytatom itt a dolgokat, úgyhogy erről ennyit a retro tesztről. Ez ilyenkor izgalmas, de ehhez nem kell komputer, hogy újraindítsuk. Na, folytatódik a retro teszt. Most ott tart a sztori, a fék fog a bal oldalon, nyifog, egy picit. Az üzemanyag, hát az üzemanyagrendszerrel ugye gáncs van. De folytatjuk az utunkat. Úgyhogy van benne 4 liter üzemanyag. Visszajelző, minden is ég rajta, azaz egy fék visszajelző, mert itt valamiért itt a kijelző nem a legtökéletesebb. Úgyhogy nézzük meg, hogy behorkol-e most. Bizony be. Na, úgyhogy a karburátor szerintem telement mindenféle gáccsal. Na, ilyen tesztvezetésem se volt még. Ti jártatok már így egyébként? Tehát ez az autó állítólagosan egy hete műszakizott le. Ez úgy került most ide hozzám tesztre, hogy friss műszaki, ki szeretnéd próbálni? Ki? Igen. Mondták, hogy van benne üzemanyag, és azért nem tankoltam bele. Utána töltöttünk bele üzemanyagot, hogy esetleg nem kifogyott belőle. És utána elmentem, mondom, a biztonság kedvéért, televertem 10 literből. Tehát fél tankot mutat most az autó. Mondom, annyi biztos elég lesz, mert hát mondom, mi baj lehet, mondom, biztos nem kapja fel az üzemanyagot rendesen, hát az összes rohadt benzinsarat felkavarta, úgyhogy hát na, most ez így babad, tehát ez, na, nem semmi. Vezettem már pedig egy-két roncsot is életemben, meg sok autót, de na hát ez is egy új élmény. A legjobban így lehet neki fejezni. Úgyhogy szépen óvatosan megyünk lerakni az autót. Megmondom a tulajnak, hogy nagyon szépen köszönöm a lehetőségét ennek az autóvezetésnek. Hozzáteszem, nem a Moszkvicssal van a bajom. Itt inkább csak az, hogy egy régóta állt autó, amit megcsináltak minden, mert vezetés közben jönnek elő a problémák. Úgyhogy a mai egy-két órás tesztvezetés az úgy indult, hogy 9 óra után, most van délután 3:30. Nagyon gyorsan lezajlott. Úgyhogy láthatjátok, még itt nekem pluszba vettem, mondom biztos, ami biztos, benzincsövet, úgyis kell otthon az összes játékhoz, amivel játszunk. Üzemanyagszűrőt is vettem. Amúgy ez is kell mindig, mindentől függetlenül.
De így most, hogy Cannáró megy, így tök jó. Kár, hogy Cannában nem nagyon engednek olcsón tankolni, csak prémiumot. De legalább jó megy tőle az autó. Úgyhogy vannak itt izgalmas dolgok, megmondom őszintén. Na szépen, szépen lassan megyek, hogy ne lögybölődjön ki belőle ez a üzemanyag. Úgyhogy a mostani tesztvezetés érdekes, érdekesre sikerült, nem a megszokott, ahogy általában szokott menni ez a retro teszt. Ilyennek is kell lennie. De legalább bejött egy darázs. Igen, így azért ezt a... Amikor kettőből mész háromba, ezt azért úgy erre rá kell érezni, hogyha nincs megszokva ez az autó, mert elég könnyedén lehet visszatolni az egyet. Ez csak nekem furcsa most. Azért így ezek a keleti blokkos autók egy picit másabbak, mint a nyugati autók, tehát az érezhető. Ez 83-as ez az autó. 1.5-ös motor, 55 kW. Papír szerint. Úgyhogy nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Leszámítva, hogy rábett az egész napon. Amúgy nem rossz. Összességében a vélemény az autóról, hát figyelj! Vezettem már jobb autót is, rosszabbat is. Nagyon sok ember szidja ezt a kereti blokkot, mert ugye ezen nőttek fel, és ugye sosem működtek. Hát azt is megértem. Tehát ha valaki... Jó, ez kivételes ok, hogy ugye telement a benzin trutyival. De hát na, ez előfordul. Úgyhogy nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről az autóról, meg ezekről az élményekről, amit egy ilyen autó ad. Főleg ilyenkor. Ez most új élmény számomra. Úgyhogy... Dobjatok egy kommentet, írjátok le, hogy ti mit gondoltok. Aztán lássuk, hogy kinek milyen sztoria van ezekről az autókról. Ez nekem most új élmény. Ez teljes mértékben. Úgyhogy... De király, király. Na mit gondoltok a mai tesztvezetésről? Ez nem volt megjátszva. Ez... őszinte volt. Itt nem volt semmi előre megcsinálva. A végére, tehát ez az üzemanyag megoldás, azon kívül, hogy az egész napom elment erre a retro tesztnek az elkészítésére, mármint csak a vezetés részére, ez azért húzós volt. De élmény volt. Én azt mondom, hogy nem az autóval van a baj, nem a Moszkvicssal van a baj, hanem a gazdájával. Tehát aki ennek eddig a gazdája volt, jó úton halad arra, hogy jó felé menjen az autó. Nagyon sok minden meg lett rajta csinálva, még nem tökéletes, de remélem legközelebbi alkalommal, ha esetleg megint ideadják, akkor vezetni fogom, és akkor már tök szuper lesz. Kíváncsi vagyok, hogy milyen egy jó autó. Köszi, hogy néztétek a mai műsort, dobjatok egy lájkot, egy kommentet, és egy... Ha még nem iratkoztatok fel, a kérdés miért nem? Ha kíváncsiak vagytok több ilyen fajta autótesztre is, remélhetőleg jobbak is lesznek, akkor maradjatok velem. Megpróbálok havonta egy retro tesztet csinálni, és találkozunk a következő alkalommal. Ciao, sziasztok!